Szeretettel köszöntelek, Nagy Veronika vagyok. Ez az a csatorna, ahol a mindennapi életünkből merített témákkal foglalkozunk, és videóim segíthetnek neked a mindennapi küzdelmeidben. Ez a videóm a fontos a megbocsátás témakör folytatása. Vannak az életünkben azok a helyzetek, amikor megbántjuk egymást, és mi is könnyen megbántódunk. Emberek vagyunk, tévedhetünk, és lehetnek nézeteltéréseink. Bármilyen kapcsolatban előfordulhatnak ilyen helyzetek. De ami a legfontosabb egy ilyen kialakult helyzetben, az a bocsánatkérés és a megbocsátás, amelyek a lelki békénket szolgálják. A fontos a megbocsátás témakörben azért készülnek újabb videók, hiszen a megbántásnak, vagy bántásnak, bántalmazásnak különböző fokozatai vannak, és ezeknek a helyzeteknek már sokkal nehezebb a kezelése. Az agresszív személlyel szemben a megbocsátás vagy bocsánatkérés sokkal nehezebb szituáció. Mivel videóim az élet minden területéről szól, így sajnos az agresszív viselkedés is hozzátartozik a témakörhöz. Amikor emberekkel beszélgetek, sok esetben azt mondják nekem, hogy az agresszív viselkedésről és az öngyilkosságról, a bántalmazásról ne beszéljünk. Én viszont úgy gondolom, hogy ezekről az élethelyzetekről nagyon is szükséges beszélni. Hiszen a legnagyobb segítségnyújtásra azok az emberek szorulnak, akik kiszolgáltatott helyzetben élnek, esetleg lelki terrorban, bántalmazások között. Mindenkinek joga van testi, lelki, anyagi szabadságban élni, még párkapcsolatban is. És senkinek nincs joga ahhoz, akár munkahelyen, akár párkapcsolatban, akár családon belül, hogy korlátozza vagy bántalmazza a másikat. Azért is foglalkozom ezekkel a súlyos helyzetekkel is, mert videóim segíthetnek azoknak az embereknek, akik kiszolgáltatott helyzetben élnek, de nincs lehetőségük, vagy nem mernek tanácsot, segítséget kérni senkitől, mert félelemben vannak tartva. Ha valaki megkérdezné azt, hogy hogyan, fenyegetőzéssel, esetleg bántalmazással, félelemben tartva a sértett szemét. Vannak emberek, akik provokálják a veszekedést, és fennhangon, esetleg üvöltözve szeretnének nagyobbnak, erősebbnek tűnni, érvényesülni a másikkal szemben. Ilyen helyzetben, ilyen szituációban nagyon nehéz az indulatokat visszafogni, hogy mi magunk is ne törjünk ki. És vannak azok a személyek is, akik a hanguk felemelése mellett még a tetlegességig is eljutnak, mert nincs önuralmuk, nem tudnak uralkodni a viselkedésükön. Sajnos nagyon sok esetben előfordul, csak a bántalmazott tart, fél a másiktól, és emiatt nem mer lépni, vagy tehetetlen, vagy nincs segítőkéz. Kilátástalan, reménytelennek tűnő helyzetben szenved, és nagyon nagy segítségre volna szüksége. A megbocsátás nagyon fontos az életünkben, de vannak élethelyzetek és személyek, akik az agresszív viselkedésüket és uralkodási vágyukat szándékozzák kiélni a másik személy felett. Ebben a helyzetben a bántalmazott, a sértett személy nem tudja kezelni a helyzetet, mert a bántó nem engedi érvényesülni, hiszen minden áron elnyomásban tartja a másikat. Amikor az agresszív személy nem képes, nem hajlandó a megbocsátásra, vagy nem engedi, hogy bocsánatot kérjenek tőle, sőt, még provokálja is a helyzetet. Amikor a személy az agresszív viselkedésével akar nagyobbnak és erősebbnek tűnni a sértett személynél,
nem hajlandó a békés kommunikációra, és nem törekszik a nyugodt, higgadt viselkedésre. Amikor az agresszív személy már nem képes uralkodni magán, és elszabadulnak az indulatok. Ilyenkor a bántalmazott, sértett személy rákényszerül arra, hogy várjon, amíg lecsillapodnak a kedélyek. Egy párkapcsolatban, esetleg egy levélben, egy üzenetben leírhatod a bántalmazónak a benned felmerülő sérelmeket. Vagy ha te sértetted meg a másikat, ne szégyellj bocsánatot kérni, akár egy levélben leírva is, majd később, higgadtabb körülmények között szóban is tisztázni a nézeteltérést. A bocsánatkérés nem szégyen, sőt, nagyon is nagy bátorság. Hogy valaki mennyire képes a megbocsátásra, az a személyiség fejlődésétől is függ, és hogy milyen körülmények között nevelkedett. Van, aki azért sért meg, mert önvédelemként használja azt, hogy ő szavakkal, sértésekkel támad, esetleg még a hangját is felemeli, ha valami megterhelés éri. Az agresszív személy megkeményített szíve, váratlan felindulásai, hideg viselkedése lehetetlenné teszi a megbocsátás és a békülés lehetőségét. Akiben az uralkodó vágy és az agresszió tombol, az akadályozza a megbocsátást. Amikor nem ad lehetőséget az elmélyült beszélgetéshez. Ehelyett lekezelően viselkedik a másikkal szemben, amikor leértékeli, lenézi a másikat, miközben ő veszítette el emberi mi voltát az agresszív viselkedése által. Ezzel csak megnehezíti a helyzetet, és a másik fél kiszolgáltatottá válik. A bántalmazott személy ezáltal érzelmi függőségbe kerül, hiszen nem tud vele szemben mit kezdeni, és nem tud tőle szabadulni, pedig valamit tenni kell. Ha egy félreértést, megbántást valaki hatalommal, uralkodással és agresszióval próbálja megoldani, az a személy nem tud megbocsátani. Ezek a helyzetek ellehetetlenítenek minket, és a bántalmazott személyben bűntudat támad, és ezáltal még jobban nő a sértett személyben a feszültség. Feléled a bosszúvágy, és alkalomattán visszavág a sértett, és ez a helyzet csak egy ördögi körré válik. Így nehéz leállítani a folyamatot, mert valamelyik fél mindig úgy érzi, hogy tartozik. A bántalmazott, sértett személy napról napra félelemben, feszültségben, szorongásban él. Lelke sérül, és a sok sérelem felemészti, és idővel az egészségére is kihat a sok szorongás, stressz. Agresszív bántalmazás esetén feléledhet a bántalmazottban a sérelem miatti megtorlás. A bántalmazott személy, az áldozat a sértést, a bántást sokkal súlyosabbnak és fájdalmasabbnak érzékeli, mint az elkövető. Egyetlen megoldás a sérelemre a megbocsátás, ami természetesen nem könnyű, hiszen felfokozott érzelmek keresztüzében vagyunk, ám hosszú távon ezzel teszünk jót magunknak és a kapcsolatunknak. A megbocsátás nem jelent egyet a kibéküléssel, ami egy sérült kapcsolat helyreállítására vonatkozik. Elsősorban mindkét fél részéről fontos, hogy elengedjék a makacságot, a haragot, a sértettséget. Bár nagyon nehéz megszabadulni, túllépni egy agresszív támadáson, de nagyon fontos a teljes és a feltétel nélküli megbocsátás, amikor nem vetik fel újra a korábbi sérelmet, sérelmeket. Fontos a békesség, és fontos a lelki békénk miatt is, hogy túl tudjunk lépni rajta, és hogy a sértettséget, a sérelmet ne hurcoljuk magunkban tovább, ne mérgezzük magunkat és a kapcsolatunkat,
mert az csak felemészt. A haragtartás megmérgezi az életünket. Tanuljunk meg megbocsátani. Még ha felnőttek vagyunk is, folyamatosan fejleszteni kell magunkat. A megbocsátás azt is jelenti, hogy a személyiségünk elkezd fejlődni. Egy ilyen helyzetben nagyon nehéz nyugodtnak, higgadtnak maradni, vagy az agresszív személlyel szemben bátran szembeállni. Ilyen helyzetekben nagyon nehéz tanácsot vagy útmutatást adni. A bántalmazott embernek szükséges nagyon nagy lelki erőt merítenie. Légy erős és bátor. A harag és a dühöngés helyett erősítsd magad lelkileg. Az agresszív, bántalmazó embernek pedig fegyelmet szükséges gyakorolnia. Ember vagy, legyen önuralmad. Tanulj meg szeretni és tisztelni embertársaidat. Maradj higgadt és nyugodt. Legyen türelmed, és törekedj arra, hogy türelmes legyél. Legyen önkontroll, és törekedj a békés megoldásra. Ha bárkit megbántasz, tanulj alázatot, és tanulj meg bocsánatot kérni. Ha úgy érzed, nem megy a kapcsolat tovább, akár munkahely, akár párkapcsolat, akkor engedd el, és lépj tovább. Gyakorold a megbocsátást, hogy megtaláld a lelki békéd. Meg kell bocsátani egymásnak, és kezet kell nyújtani a másik felé. Háttal egymásnak nem lehet a jövő felé közös lépéseket tenni. A megbocsátás nem változtatja meg a múltat, azonban megszépíti a jelent. Ha nem bocsátunk meg valakinek, az méregként hat. Keserűséget fecskendez a szívbe és az elmébe, és eltorzítja az ember egész látásmódját. A harag, a neheztelés és a bánat lassan teljesen beárnyékolja, és maga alá temeti a haragtartó szemét. Alattomos korral fertőzi meg a lelkét, amely azután gonosz érzelmeket és indulatokat táplál benne. Egy férfi nagynak tűnhet a saját szemében, amikor erőszakoskodik az emberekkel, de egy nő szemében akkor tűnik nagynak, amikor eléggé szerény ahhoz, hogy azt mondja, bocsánat. Segítsd kérlek munkám egy megosztással, hiszen ismerőseid között is lehet olyan személy, akinek szüksége volna egy kapaszkodóra, és videóim segítséget nyújthatnak bárki számára. Várom leveleiteket és hozzászólásaitokat a videó alatt található elérhetőségemen. A nekem küldött leveleket és e-maileket diszkréten kezelem. A feliratkozás gombra kattintva értesülsz további videóimról. Köszönöm, hogy velem voltál, várlak a hamarosan megjelenő következő videómban is.